egyfajta újraalakulásról van szó a mai nap folyamán. Csütörtök délután újra ülésezett a Békés Vármegyei Tudományos Tanács, és mint ahogy Takács Árpád főispán a program elején megjegyezte, ez amolyan újraalakulás is, hiszen a 2019 nyarán létrejött szervezet a koronavírus járvány által meghatározott időszakban csökkentett üzemmódban működött, bár 4 ülést így is megtartottak. Az eseményen elismerő oklevelet kapott Kozma Gábor, aki a szervezet alelnöki tisztségét tölti be. Békés Vármegye Tudományos Tanács egy maga tanácsnak a létrehozatala és a folyamatos működése, a mai megújulása egy óriási eredmény. Ennek részese lenni tanács létrehozásának és a megújulásnak, ez önmagában egy kivételes dolog az ember életében. Itt elismerést átvenni pedig ennek megfelelően öröm és büszkeség. Egy olyan helyen, tehát Békés Vármegye központjában, Békés Csabán a kormányhivatalban, mégpedig főispán úrtól, aki vállalta, hogy alapítása óta ennek a tudományos tanácsnak az elnöke. A tanácsülésen tanácsadói felkérést kapott Várkonyi Tibor, Gellén Klára, Katona Krisztina, Árpási Zoltán és Bódi Beáta. A tanács működésével a kormányhivatal tudományos értékeinek feltárását, a tudományos eredmények gyakorlatba ültetését és a felhalmozott ismeretanyag tudás összegzését is szolgálja. Új szemléletmódra van szükség, paradigmaváltásra van szükség, akár az egészségtudományos albizottság területén, a szociológiai albizottság területén, a gazdasági szervezés tudományok területén. Másrészt pedig új lehetőségeink vannak a technikai fejlődéssel, nyakig ülünk a negyedik ipari forradalomban. Ez nem pedig a jövő, hanem a jelennek a valósága, és kutatásokat szeretnénk folytatni a kormányhivatalon belül az elektronikus közigazgatás fejlesztési lehetőségeire, a mesterséges intelligencia felhasználására, és egy olyan széleskörű társadalmi alapokon szeretnénk ezt a tevékenységet végezni, hogy felkértük az egyes egyetemeknek a képviselőit is, és felkértük a kamaráknak és a különböző civil szervezeteknek a munkáját ebbe. Azt gondolom, hogy van terep ebben, van lehetőség ebben, és a fiataloknak nem beszélve arról, hogy publikációs lehetőséget és szakmai folyóiratot szeretnénk indítani, és egy tudománykatasztert is szeretnénk felállítani, de ez még a jövő. Szeptembertől a Békés Vármegyei Tudományos Tanács ügyvezető elnöki tisztségét Rákóczi Attila tölti be, új alelnökként pedig Antal Zsolt dolgozik majd.